Ismét versenyeztek a Bátori Anna Református Általános Iskola diákjai. Az intézményben 20 évre tekint vissza a természetismereti vetélkedő, illetve a Kontinensek földrajza című verseny, melyre a megye egyházi iskoláiból is érkeztek diákok. Az esemény megrendezése több célt is szolgál. A cél mindig az, hogy tulajdonképpen valahogy a gyerekeknek a tudását összemérhessék, összemérjük. Például én a saját tanítványaimnak a tudását szeretném összehasonlítani a saját évfolyamtársainak a tudásával. Kíváncsi vagyok az, hogy a mi tanítványaink tudásszintje milyen szintben áll például a megyében. Ugyanezt a tantárgyat tanulók, diákok szintje, ez volt az egyik. A másik, a verseny kiírások palettáját szeretnénk színesíteni. Ugye magyar, a matematika, a szövegértés az nagyon közismert verseny, ez olyan tárgyak, amelyekből rengeteg versenyt szerveznek. Természetismeretből például az idei évig rajtunk kívül nem rendezett senki természetismeretből vetélkedőt vagy versenyt. Most az idén tudom, hogy megyében, a megyeszékhelyen fog indulni egy hasonló típusú verseny, de oda is benevezzük a saját tanítványainkat, tehát ez is, ez volt az egyik. A másik nagyon fontos dolog, mint ahogy mondtam, a tárgynak a tanításában, azon kívül, hogy vannak alapismeretei, amiket el kell sajátítani a gyerekeknek, a legfontosabb az, hogy alkalmazni tudja a tudását. Tehát ha például majd lesz egy kertje, akkor ugyan ne rögtön bemenjen a gazdaboltba és vegye meg a legdrágább mérget, hanem például tudja azt, hogy egy almamoly ellen lehet biológiailag is védekezni, és ezzel védjük a környezetet. Tehát ez a legfontosabb. Meg arra nevelni őket, hogy egészségesen táplálkozzanak, minél több zöldségfélét, és ne a chipset egyék. A verseny szervezését, a feladatok összeállítását és az értékelést is Barna Gábor igazgató helyettes és munkatársai végzik. A természetismereti totót 5.-6. osztályosok részére állították össze, melyen az idén 60 gyermek vett részt, míg a Kontinensek földrajza vetélkedőre 30-an neveztek. Igazából nem a tudásra vagyunk ilyenkor kíváncsiak, hanem az, hogy a gyerekeknek milyen széles a látókörük egy adott témakörben. Ez a versenykírásban mindig meg is jelenik, hogy természetismeretben például a gyümölcsös kert, zöldséges kert, 6. például a magyarországi erdők életközössége szerepel, és itt igazából úgy fókuszáljuk a feladatokat, hogy legyen benne egy kis környezetvédelem, legyen benne egy kis környezettudatosság, tehát meg legyen benne játékosság, ismerjék meg hazánk tudósait, hogyan tudnak vigyázni a saját természetükre, hogy azt ugye tudjuk nagyon, hogy kölcsönbe kaptuk, és ezt nekünk tovább kell adni. Az elmúlt 20 év alatt közel 1000 tanuló vett részt az iskola által szervezett versenyen. Büszke vagyok egyébként erre a versenynapra, mert ez tulajdonképpen egy hagyomány már az iskolánkban, és egy olyan hiánypótló dolgot is úgy gondolom, hogy betöltünk vele, mert a környezetünkben nem ismert természetismereti vetélkedő, és iskolánkban egyik kiemelt feladat a tanítványaink környezetvédelemre, egészséges életmódra nevelése is. Nem maradnak díjazás nélkül a legügyesebb gyermekek, akik elismerésüket március 13-án vehetik át az iskolában.